A csalogató és a szólakakas után megjelent Korpás Éva legújabb gyermeklemeze a Libidaridom. A Fonogram és Harmónia díjas komáromi énekesnő kiváló zenésztársakkal alkotott ismét nagyot. Madarász András és Sipos Dávid neve gyakorlatilag védjegy a Felvidéken. A lemezt Komáromban mutatták be. Valódi stíluskavalkád mutatja jeleit, a korongot kicsi és nagy egyaránt hallgathatja, mindenki lel benne sok apró meglepetést, ami végül egy kerek egészé áll össze, fogalmaz az előadó művész. Ezen a lemezen sok-sok stílus ötvöződik. A népzenéből kiindulva ugye, egészen a komoly zene, jazz, a pop és megjelenik néhány számban, tehát sok-sok stílus ötvöződik, és ebből lesz, bízunk benne, hogy egy kerek. Az új lemez hangzásban a világ zenei vonalat követi le, izgalmas élményt ígérve ezzel a melódiák befogadóinak. A feldolgozás elég komoly és elég igényes, így bátran merjük ajánlani a felnőtteknek is. Magamból kiindulva, vagy magunkból kiindulva, ugye a gyerekeim is így nőttek fel, akárha az autóban hallgattuk a zenéket, hogy közös zenét hallgassunk, az olyannak kellett lenni, hogy mindketten meg tudjuk hallgatni, ugye a felnőtt is és a gyerek is. És ebből születtek meg itt komoly szaxofonszólók, jazzszólók vannak, ami a felnőttek világába tartozik, ugye, de ugyanígy ismerkedik vele a kisgyermek is, úgyhogy én bízom benne, hogy olyan élményt nyújt számára, ami a későbbiek folyamán aztán megalapozza a zenei tudását, vagy a zenei ízlésvilágát. A kiművelt melódiák hangzásáért Korpás Éva zenésztársa a zongorán és kobzon kísérő Madarász András felelt. Azt szerettük volna, hogyha a CD-t valaki fölteszi és hallgatni kezdi, vagy pedig eljön egy koncertre, akkor azt érezni tudja. Tehát igyekeztünk a dalok harmonizációja és hangszerelések közben is arra összpontosítani főleg, hogy ne vegyünk el a dalból, mert a maga is már jó. Tehát ugye ezek a dalok ezek nem hiába vannak meg évszázadok, vagy egy évszázadok, két évszázad óta is, és énekelték a gyereket meg az emberek, úgyhogy az volt az egyetlen cél, hogy ne elvegyünk belőlük, hanem hogyha lehet, akkor hozzátegyünk, vagy megszólaltassuk egy picit más hangzásban. Sipos Dávid szaxofonon Lelkes Tibor nagybőgőn játszik. Varjú Attila is régi csapattag, a doboknál foglal helyet. Vendégmuzsikus Dömény Krisztián citerás Budapestről, és a dalokat egy hat csengő hangú lányból álló kórus is színesíti.